Walter Tamás, akit most látnak a képernyőn, olyan ember, hogy amikor itt elkezdtem mondani a kollégáknak, hogy ő lesz a vendég, azt mondták, hogy hát az autogramjáért verekszenek. És ez most nem vicc, tényleg. Már a saját sportág a csúcsa minden tekintetben, mert van itt világbajnok, elő-előfordul. Ahogy népszerűsödött az ön sportágam, direkt nem mondtam még ki, de most megmondom, sporthorgászat. Miért ez a sporthorgászat? Hiszen végül is abban a pillanatban valaki, teszem azt, üzleti céllal vesz ki halakat a vízből. Az hálóval veszi, az halász, nem? Igenis, meg nem is, hiszen a halászat minden egyes Magyarországon vagy Európában üzött válfaja elsősorban az üzletről szól. Le is zárnám a halászattal kapcsolatos gondolatokat ezzel. Azért, hogy... De a horgászatnál is vannak átmenetek, sajnos vannak, akik azért vesznek ki halat a vízből, hogy ezt eladják. Vannak azok, akik azért mennek el horgászni, hogy szabadon és jó érzéssel eltöltsék az idejüket a jó levegőn, de mellesleg hazaviszik a halat megenni, velük semmi baj. Nagyon fontos, hogy együnk halat, Magyarország ebből a szempontból nagyon rosszul áll nemzetközi összehasonlításban. Viszont vannak olyanok, és én valahol itt húznám meg a sporthorgászat éles határvonalát, akik jellemzően nem visznek haza halat, legfeljebb sérült halat, vagy olyat, amit már nincs értelme visszatenni, vagy amit éppen megrendelt tőlük a család karácsonyra, és az esetek többségében elengedik azt, amit fognak. Mert ebben különbözünk talán legjobban a halászoktól, tehát ahol ez nonsens. Tehát sportát tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis amikor nem a halat és nem a súlyt hajtja valaki, hogy hány kiló kerüljön a szatyorban, hanem az élményt, akkor sokkal több áldozatot is hajlandó meghozni érte, és kúszik-mászik a bokrok alatt, és olyan helyre megy, ahol esetleg nincs is kialakítva hely a horgászathoz, és megküzd azért, hogy ő be tudjon dobni, és ha nem fog semmit, akkor is aktívan töltött el az idejét. Kedves Tamás, szabad a keresztnevén szólítanom, noha először találkozunk, mindez kölcsönös. De én valóban nem eljátszom, én tényleg laikus vagyok, soha életemben nem próbálkoztam vele. Tudtam, hogy találkozunk, valamelyest próbáltam utolérni, legalább a kérdéseim erejéig. Tehát sok laikus és naív kérdés lesz benne. Ugyebár a sporthorgászat, amikor verseny éppen, akkor a megfogott halak súlyára megy. Így van. A sorrend. Ilyen egyszerű. Vagy van-e még finomítás, amit tudni kell? Mindig azt szoktam megkérdezni, amikor valaki rákérdez, hogy mi múlik a verseny eredménye, és mi az, ami ebben a szabályrendszerben a legfontosabb összetevő, akkor mindig azt szoktam megkérdezni, hogy mennyi ideje van a válaszra. Hogyha csak egy mondatos választ kell adnom, akkor az a legegyszerűbb, amit most tanár úr is mondott, aki a legtöbb súlyú halat fogja. De ennél azért sokkal szofisztikáltabb ez az egész. A versenyzésben mi valóban súlyra megyünk, de nagyon fontos, hogy rendkívül limitált, meghatározott feltételrendszer mellett. Tehát tudnunk kell azonosulni azzal a szabályrendszerrel, amiben a mi horgászatunk zajlik. Először is sorsolunk egy helyet, ahova leülünk. Nem akarom ezt most részletesen felsorolni, mert elfelejtettem megkérdezni, hogy mennyi időnk van a válaszra. Nem, az függetlenül, hogy mennyi időnk van. A részletek fontosak, mert akiknek csináljuk, akiknek beszélünk, higgy el, hogy igen, majdnem az én szintemen nem tudják. Tehát ez nagyon fontos. Ez jellemző egyébként, én ezekben a beszélgetésekben, főleg az általános médiában, vagy sportmédiában az előbb beszélgetésekben, ez már hozzászoktam. Szégyellem, de így de nincs mit, ugyanis, és csak egy rövid kitérő erejéig, 10 millióan élünk ebben az országban hozzávetőlegesen, 300 ezeren horgászunk közülünk, és legyen, adjunk hozzá még 300 ezer embert, aki a családtagjai részén valamelyest képben van, de még mindig csak 5-6%-áról beszélünk annak a... Nem a futball mércéje. Így van. És ez ennek ellenére egyrészt nagy megtiszteltetés itt ülni, másrészt nagy dolog az, hogy egyáltalán erről beszélni tudunk. Szóval visszakanyarodva a lényegi kérdéshez, igen, súlyt kell fognunk, de nagyon-nagyon meghatározott keretek között. Először is sorsolunk egy helyet.
Az a hely az 10 méter széles. Jó esetben 12. Bocsánat, megvan-e szabva, hogy hol lehet egyáltalán versenyt rendezni a vizet illetően? Igen, vannak erre vonatkozó direktívák a nemzetközi szabályzatban, amelyek meghatározzák az adott víznek a minimális szélességét, a megszakítások számát, hiszen azt, hogyha mondjuk egy vékony csatornát villanyvezetékek szelnek keresztül kasul 50 méterenként, akkor az alkalmatlanná válik egy fair küzdelemre. Nem véletlen, bedobás hogy... miatt. Hát igen, meg az egyéb veszélyfaktorok miatt. Nem véletlen, hogy a versenypályák, az európai versenypályák és a hazai komoly versenypályák zöme és evezős pálya. Az evezős pályák rendre egy adott sém alapján készülnek, 2 kilométer hosszúak, pár száz méter szélesek csak, és mind a meder alakulatuk, mind pedig a partjuk teljesen egyenletes. Ez fontos az evezőknek is, például oldalszél vagy hátszél vonatkozásában, és hát ugye a kajakkenú vagy a hajók által gerjesztett víz alatti áramlások sem lennének egyformák, hogyha nem minden ugyanannyi lenne a mélység. És ezek nekünk is nagyon fontos faktorok, talán még fontosabbak, mint nekik, bár ők ugye másodpercekkel küzdenek, de a halak elrendeződése szempontjából nagyon fontos ez a pingpongasztal-szerű lapos felület. Ebből adódóan az evezős pályák mellett a másik fontos csoportja a versenypályáknak a folyóvízi vagy csatornai olyan versenypályák, amik szintén ember által alkotott vízterületek. Tehát, hogyha valaki ránéz egy térképre, akkor lát sok ilyen egyenes hosszú csatornát, mondjuk a észak-európai területen, Benelux államokban éppen, Angliában, ezek mind-mind nagyon jó versenypályák, sajnos itthon ezekből például kevés tehát, van. Tehát túlzás, ha azt mondom, hogy a természetes vízek kevésbé alkalmasak. Nagyon vagy... kevés olyan természetes víz van, ahol mi fair, egyenletes körülmények között tudunk versenyezni, de van rá példa, és az egyik legeklatánsabb példa pont Magyarországon van, ez a velencei tavi, egyébként evezős pálya, ami egy nagy hatalmas tó kicsi kis szegletét jelenti. A hatalmas tavat én most horgász versenyző szemmel nézem, természetesen a térképen picinek látszik, főleg a Balaton mellett, de ez egy nagyon nagy víz ahhoz, hogy horgász versenypályát tegyünk rá. Viszont ott van egy evezős pálya, aminek a partja számunkra alkalmas, a mederviszonyok egyenletesnek mondhatók többé-kevésbé, viszont a halállomány az egész tóból gazdálkodhat, mert nyitott. És akkor, ez egy olyan összvér megoldás, amiből sajnos nagyon kevés van a világon. Akkor kérdem én, hogy miért kell sorsolni, ha nagyjából a helyek adottak? Ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm. Azért kell sorsolni, mert ha leülünk mondjuk 100-an egymás mellé, és ez egy közepes méretű versenynek számít, általában 150-200 között van a világversenyek induló létszáma, ha leülünk 100-an mondjuk egymás mellé, és 5 szektorba rendeződünk, majd mindjárt elmondom, hogy miért, akkor egy szélső szektorban az, aki mondjuk az 1-es rajtszámot húzta, vagy a 18-ast, ő teljesen más pályán indul sajnos, még a legjobb szándékkal, a legegyenletesebb vizen is. A szélső ugyanis nem csak az előtte lévő 10 méterből gazdálkodik, hanem a tőle mondjuk balra eső 1 kilométernyi vízterületről az etetés hatására megérkező halak is először nála landolnak. Na, mert hogy nincs lezárva. Hát azt már negyedik, nagyon nehéz lenne megoldani, meg ilyen akváriummá válna az egész, hogyha még le is zárnánk ezeket a vizeket. A szélső az egy kiemelten előnyös pozíció a horgászatban. És ahhoz, hogy ebből a szélsőből például sok legyen, ezért jellemzően felszabdalják ezeket a versenypályákat szektorokra. Szektoronként, ABCDE szektoronként vannak benne szélsők, hogy ne kettő legyen egy pályán, hanem helyből 10. Kiemelik mind a szélső melletti helyeket, ez már 20 hely, kétfordulós a verseny, az már 40. Az azt jelenti, hogy egészen 40 országig, vagy 40 csapatig a sorsolás garantálni tudja, hogy minden országnak jusson legalább egy ilyen kiemelt szélső hely. Időre megy? Szigorúan időre megy. A felnőtt kategória, az összes felnőtt kategória 4 órás versenyt vív, a veterán, illetve ifjúsági kategóriák pedig 3 órásat. Ezt még kiegészíti az a 2 óra, ami szintén időre megy, ez a felkészülésre, rendelkezésre álló idő. Tehát mi dudára tudunk belépni a szektorunkba, ami egy 10 méter széles, 10-12-15 méter mély boxot jelent. Jelöli azt valami kívül is a vizen? Nagyon. A vizen nem, a parton. Ott szalaggal, egymástól, semleges zónákkal, a sajtó számára nyitva hagyott semleges zónákkal elválasztott módon ülünk. De a vízen nem látható, hogy melyik nem az ember szektora. A vízen nem látható, viszont a nemzetközi versenyeken különösen ügyelnek arra,
hogy a partra az egyébként jellemzően egyenletes és egyenes vonalban húzódó partvonalra merőlegesen tegyék le azokat az elválasztó köteleket, amik mögött ülnek a bírók, horgászonként egy, kötelenként egy, és a vonal meghosszabbítását képezik ők ugye a vízre, akkor, amikor egy vitás helyzetben két fárasztott hal összeakad, vagy egy fárasztott hal elhagyja a szektorát, és egy másik szerelékkel összeakad, akkor ezek a bírók tudják a vonalak meghosszabbításából megállapítani, hogy ez a hal még szabályos vagy sem. Sajnos most jut eszembe, hogy amikor mi felállunk innen, akkor nagyon elégedetlen lesz, mert tulajdonképpen jó, ha a szabálymagyarázat végére érünk, de annyi kérdésem volna, tehát most már tudom pontosan, hogy van egy, az merült föl bennem közben, hogy miért nem cserélnek helyet a verseny során? Tehát miért nincs tovább csúszás? Vannak ilyen szakágak, ezek a ragadozó halakra, vagy éppen pisztránkhorgászatra, sügérhorgászatra kihelyezett egyéb versenyszakágak, összesen több mint 25 különböző kategória létezik a versenyhorgászatban, de ebből egy király kategória van, amelynek mind a látogatottsága, mind a múltja, a 64. világbajnokságnál jártunk, azt hiszem, ha jól emlékszem, most tavaly. Tehát egy van, ami kimagaslik az összes közül, de az összes többinél különbözőek a szabályok, és vannak olyanok, hogy egy pergető horgász egy táskával és egy bottal elhagyja a helyét, és horgászat közben átáll egy másik pozícióba. De mi egy autónyi cuccal érkezünk. A mi versenyládánk önmagában nagyobb, mint ez az asztal, mint ami köztünk van. A botjaink számossága az leginkább számtalan. Igaz, hogy csak egyet használhatunk egyszerre, de a különböző szituációk miatt felvérteződünk 20-30 felszereléssel a parton, és ez több száz kiló, azt nem lehet megmozdítani. Erre még visszatérnék, tehát magyarán szólva mindenki helyhez kötött a sorsolás után, hogy ez világos legyen. Azt szeretném ugyanis a végére legalábbis sugározni, hogy mitől sport ez, és már azért arra szolgatunk, hogy mennyi minden megköti. Ugye, és az jutott szintén eszembe, már bocsássam, hogy belepofázok, hogy tulajdonképpen a csapatsport akkor a realitás. Abszolút így van. Tehát az egyéni... Tisztem egy kilót. Komolyan mondom, nem, magamtól gondoltam, hogy ha ennyiféle tényező befolyásolt, akkor egy 4, 5, 6, nem tudom, hányan vannak egy csapat. Nagyon egyszerű, a számok alapján egy egyéni verseny győztese egyszerre zajlik az egyéni és csapatvilágbajnokság, logikusan hasonlóan korábban mondjuk az ötusához, vagy bármi hasonló sportokhoz, ahol egyének eredményeit összegezték egy csapat eredményért. Egyszerre zajlik, de két napból áll, két fordulóból. Az egyéni győztest két verseny alapján hirdeti, két eredmény alapján, a csapat győztest 10. Tehát 5-ször pontosabb, és ugye ez minél több fordulóból áll, ez inkább egy ilyen exponenciális igazságtevő tényező, hogy hány fordulóból álljon egy verseny. Valóban így van. Sokkal pontosabb és sokkal reálisabb a csapat végeredmény, mint az egyéni, ahhoz több szerencse kell. Na most megérkeznek egy teherautónyi rakománnyal, ugye? Ahhoz, hogy elhelyezkedjenek. Ez után, vagy ez előtt már lezajlott a sorsolás? A sorsolás reggel 6:30 körül lezajlik. Már ott kell lenni a cuccnak. Nem feltétlen kell még nekünk ott lennünk, ezt a csapatvezetők, a kapitányok. Egy világbajnokságon, mondjuk egy felnőtt VB-n, amit mi vívunk, 35-40 ország vesz részt. Talán a rekord az pont 40 volt itt Velencén 2007-ben. De a 35-nél lejjebb sosem esett szerintem, amióta én ezt csinálom. Az 35 kapitányt jelent helyből egy ilyen sorsoláson, nem kell oda több ember. Ez megvan 7 óra körül, és nekünk 8 órási belépési limitünk van. Abban az egy órában kell valahogy megérkezni az autóval a box mögé. Szabad az illető vízterületet megcsócsálni a idézőjelben szólva? Akkor reggel már nem. Tehát nem. Szükségem van egy vödör vízre, hogy lemossam a csalimat, amit majd később a bíró limitálni fog, ugye, mert szigorúan megvan határozva, hogy mit és mennyit használhatunk. Akkor sem mehetek oda vízért, tehát fel kell erre készülni, hogy legyen vízünk, vagy 8 óra után lehet lemenni. De mondjuk a hazai ország, a rendező ország versenyzőinek megvan az a egyéb sportágban szokásos előnye, hogy ők ezt a vizet jobban ismerik. Ha továbbra is a verseny reggeléről beszélünk, akkor már semmilyen előnye nincs, de természetesen óriási előnye van, hiszen a verseny, maga a világbajnokság nem szombat reggel kezdődik a fordulóval, hanem hétfőn reggel a tréningekkel. Előtte hetekig pályazár van, tilos horgászni a vízen,
a hazai rendezőnek is egyébként mindenkinek. Ezt többé-kevésbé be is tartják, inkább többé, mint kevésbé. És utána abban az egy hétben viszont mindenki ott van, mind a 40 csapat elfoglalja az ő egyébként szintén sorsolt tréningboxát, a sorsolásot azért kell, hogy a hét napjai alatt a pálya minden szegletébe eljusson minden csapat egy Matrix alapján, és péntek estére vagy kitalálta, hogy mit fog csinálni szombat-vasárnap, vagy esélytelen a győzelemre. Mit árulhat ennek a víz ez alatt, az idő alatt, a halakról? A felkészülés korábban kezdődik, de hogy a kérdésre válaszoljak, ahhoz képest az információ tömeghez képest, amit az előző évekből, hónapokból, bizonyos pályák esetében évtizedekből összetudtunk szedni, ahhoz képest az az egy hét azt fogja elmondani, hogy nagy valószínűséggel szombat-vasárnap az ABCDEFG szenárió közül melyik fog érvényesülni. Ehhez nekünk az időjárást nagyon követnünk kell, élővizek esetében vízállást is természetesen, de azt biztosan meg tudjuk mondani péntek délután, hogy mely halfajra fogunk horgászni a vízben úszkáló 3-4-5 féléből elsődlegesen, azt milyen mélyen, a parton milyen távol keressük, és ha szerencsénk van, akkor odáig is eljutunk, hogy mely etetőanyaggal, milyen élőcsalival és milyen technikai eszközállománnyal essünk neki. Na akkor vissza a teherautó tartalmához. Mit kell kirakodniok? Sietni fogok a felsorolással, hogy beleférjünk az időnkbe. Kimegy a láda elsősorban, arra azért kell egy ládán ülni, mert egy karosszékben úgy be lenne a karfa, egy állva nem lehet egy rakósbotot kezelni, mert 13 méter hosszú, és belerántja az embert a vízbe, hogyha nem stabilan ül a ládáján. Tehát a láda az elsődleges, ezt stégek veszik körbe, azon szerepelnek az olyan apró cikkek, amikre azonnal szükség van, illetve a legfontosabb etetőanyagok és csalik. Mögöttünk görgő van, amire a botot etető toljuk. Anyag és csali. Így van, ezt is ki kell venni a kocsiból. Nem értik. Jó, az etetőanyag és csali abból a szempontból nagyon fontos, hogy még nem láttunk olyan horgászt, aki anélkül bármit is elért volna, mondjuk akár egy halat is fogott volna. De hogy mit kell még kivenni az autóból, azt azért csak lezárnám. 3-4 bottáskát, egy olyan nagy táska erdőt, amiben az összes egyéb kiegészítő van, hogy kézenfogható dolgokat mondjak, például csúzlik, hiszen hogyha 30 méterre horgászunk egy orsós bottal, úszós horgászatról van szó, az etetést csúzlizott gombócokkal tudjuk megoldani, de ha ez a távolság... A csalit be kell lőni. Az etetőanyagot. Gombócokat gyúrunk, mint a rossz gyerekek sárból, vagy hógolyót, és küldjük be szépen ritmusra. Nagyon sok év, nagyon sok száz óra gyakorlással, hogy az odaessen. Ugyanis, hogyha ez nem odaesik, akkor óriási kárt okozunk. Képzeljük, hogy magunk szemben ott van az úszó, akkor nagy baj van, azért az nem fordul elő már egy világbajnokság, hogy valaki 10 méteren belül szórjon, de egy 1-2 méteres szórás is probléma, mert az etetőanyag elviszi a halat oda, ahova az locsant, az én úszom pedig nem ott van. Tehát nekem az úszót kell tudnom folyamatosan lőni. Hova tette? Vagy hova vitte az áramlás, azt is be kell tudni kalkulálni, ha az a víz mondjuk mozog. És ennek a gyakorlása, ez nagyon kemény, tehát ezen sokan mosolyognak, de a zsák krumplit a kert végébe minden gyerek lövi ahhoz, hogy ifi korára, vagy felnőtt korára esélye legyen mondjuk orsosbottal, csúzlival horgászni. Csúzliból sok kell, hiszen ha kicsi a távolság, akkor egy másik gumi kell, mint ha nagy. Ha kicsi a gombóc, egész más karakterisztikájú kosár kell, mint ha nagy a gombóc. 10 csúzli. Most csak mondtam egy apróságot a csúzli sorgászatról, de ez egy félkocsinyi cucc, ezt kipakoltuk, és akkor szívesen válaszolok bármilyen etetőanyag vagy csali kérdésre. Muszáj ugranom, biztos van rengeteg érdekes, egyszer el vagyok képedve, mert látja az ember képzeletében annyi él, és ez nem gyorsan mondom, annyi él az egészről, hogy ott állnak emberek, bedobják, csak a végén több kilót fogott, az a Jani, vagy a győztes. Ülnek, és nem állnak. Ha állnak, akkor na már ezt se tudta, már ez sem, meg igen. Ez a karfa dolog is. Ezek mind lényegesek, mert az ember el nem képzeli, és mind oda visz valahogy engem legalábbis, nem tudom önök ezzel, hogy vannak, közelebb, hogy egy ilyet én megnézek, ha addig élek is. Mert ez sokkal, sokkal gyermetegebbnek tűnt az első hallásra. De most, bocsánat, nem bókolni akarok, csak kíváncsivá tett. Ennek ellenére jó esik. Na. A lényeg az, hogy megfújják a kürtöt, vagy így a gongot, vagy a fene tudja mit, 4 órája van, így van, hogy fogjon halat. Átugrottunk egy apróságot, bocsásson meg, jó, hogy közbeszólok. Nem csoda. Etetőanyagot és csalit már a kürt előtt egy órával le kellett ellenőrizni,
hiszen hogyha én többet vagy mást viszek be, mint amit a szabály megenged, el se kezdhetem a horgászatot. Tehát jön a góré, a bíró. Jön a szektorbíró, helyről helyre végigmegy, és azt a limitált, egyébként 20 literben limitált etetőanyag, vagy föld, vagy kukorica mennyiséget. De az minden lehet, csak a súlya van. Igen, nagyjából nem tartalmazhat állati eredetű olyan fehérjéket, amik nem kevertek, tehát nem lehet ledarálni valamit oda betenni, vagy nem lehet használni semmit, ami vér alapú. De egyébként igen, tehát ezek elsősorban a vízvédelmében, nem... vagy a halvédelmében? Azt gondolom, hogy a halvédelmében, és az abban rejlő potenciális betegségterjesztés okán van ez. Gabona alapúak, ami alapanyagaink, az etetőanyagaink, azok elsősorban mondjuk a finom pékségekben található süteményekhez hasonlítanak, csak éppen ledarálva. És az élőanyag, ami nagyon kritikus kérdés, ott viszont szigorúan meg van szabályozva, hogy miből mennyit szabad használni, és mi az, amit egyáltalán nem szabad. Ebben nem biztos, hogy érdemes részletesen belemenni, de az biztos, hogy ha ez nem stimmel, akkor nincs peca. Tehát, és ezzel minden... Nem engedi indulni. Igen. És hogyha azt mondom, hogy 20 liter etetőanyag, és 2,5 liter élőanyag a limit, amelyből fél literenként megvan, hogy melyik fajta melyik lehet, akkor előjön azt, hogy hétfőtől péntekig mivel töltöttük az időt. Tehát tudni kell szombat reggel, hogy abban a 4 órában mit etessünk be, mert mi az, ami jó lesz, és mi az, amit be ne etessünk, mert jól akadjuk a halat, vagy éppen azt a halat hozzuk oda, ami a többit elzavarja. Odáll a legjobb, ugye a világbajnok ez esetben, tehát a legjobb kézből, szájból hallom. Mit csinál? Megszólalt a Duda. Igen. Üres a terepe? Vagy már lerakodhatod bármit is? 8-tól 10-ig mindent leraktam. És ennek csak már a versenyt kell kezdeni. Olyannyira, hogy még azokat a gombócokat is meggyúrtam, amivel majd a versenyt kezdeni fogom. Okay. Megszólal egy Duda 9 óra 50-kor, 10 perccel a kezdés előtt, és felhatalmaz engem arra, hogy etessek. Nem horgászhatok, csak etethetek. Erre azért van szükség, mert általában egy világversenyen, egy hazai versenyen is, tehát egy komoly versenyen, nem egy terves a mutatvány, mindig van legalább 2-3 távolság vagy eszköz, amit használni fogunk. Ezeket pontosan, precízen és szisztematikusan szépen meg kell etetni, az sem mindegy néha, hogy milyen sorrendben. Erre áll rendelkezésünkre 10 perc, ezt mindenki egyszerre végrehajtja, majd jön a következő Duda, ami a verseny kezdetét jelzi, és ekkor indul 10-től 2-ig, jellemzően 10-től 2-ig, az a 4 óra, amikor halat is szabad fogni. Önnek ott van a botja, a keze ügyében. És elkezdem. Behajítja. Így van. Hétfőtől péntekig megtudtam azt, hogy van-e mondjuk olyan nagy hal, ami éhes reggelente. Tud ilyen lenni, hiszen nyáron zajlanak ezek a nagy versenyek, az anyagcseréjük gyors, a vízhőmérséklet meleg, ugye, és ezek hidegvérű állatok, tehát követi az anyagcseréje a vízhőmérsékletét. Könnyen lehet az, hogy az egész éjszakai kis pihenője után ő reggel éhes. Ráadásul hétfőtől péntekig elég jó hozzá is szok. Ott ahhoz, hogy 9:50-kor az a csörgés csattogás az nem hogy rosszat, hanem inkább jót jelent, ugye, meghozták a tápot. Létezik az, hogy ez a reflex ilyen rövid idő alatt kialakul. Mivel benne? Ezeket a versenypályákat viszonylag intenzíven horgásztuk, ezért van ideje arra, hogy kialakuljon, de egyébként szűzhelyen is láttuk azt, hogy kialakult mondjuk szerda csütörtökre. Ezek a halak ilyenkor megrohanják az etetést, most legyen egy olyan forgatókönyv, ami mondjuk jellemző volt a általunk legutóbb megnyert világbajnokságon szeptemberben Bulgáriában, hogy az első órában mindent lehetett fogni, és mindenből sokat. Ennek megfelelően sokat etetünk, agresszíven horgászunk, nagy horoggal, nagy kupasz csalival, és a megakasztott hallal sietünk. Nem arra figyelünk, hogy jaj, el ne menjen, hanem minél gyorsabban jöjjön ki, akkor is, ha néha egy-egy lemarad. Szegény hal. Nem biztos. Ezen, hát ezen, sietnek, kitépik esetleg. Nem tépünk, vigyázunk. Nagyon fontos, hogy mi csak élő halra horgászhatunk, és csak élő halat mérlegelhetünk, amire egész versenyidő alatt vigyáznunk kell. Ha valaki, ne adj Isten, olyan balesetet szenved, hogy egy mérenyelt horog miatt esetleg a hal elpusztul, azt visszamérik és levonják az eredményéből. Tehát mi vigyázunk a halra nagyon. Egyébként is vigyáznánk, de így különösen. A sietés nem biztos, hogy rossz a halnak. Hosszan fárasztani, tejsavval elárasztani fárasztás közben az ő szervezetét, nem biztos, hogy jobb, mint gyorsan kihúzni. Tehát tejsavval ez... azzal árasztjuk el, hogy fárasztjuk, tehát mint magunkat. Munkára készítjük. Ahogy egy úszót a 4x100 végén igen, az utolsó 50-en. Tehát, hogy ellenáll. Így van. És, de mint hogy az úszó is regenerálódik, ha kijött a medencéből, ez a hallal is így van a haltartóban. Tehát, mikor visszaöntjük, akkor villámgyorsan tűnik el minden szerencsére a lábunk elől. Szóval az elején sietünk, mert a következő kapás mindjárt ott lesz.
És hogyha azt tapasztaltuk a tréningeken, hogy egy-két óra után ez drasztikusan meglassul, esetleg bármi okból kifolyólag, mondjuk a napszögének köszönhetően, a fenékről elemelkednek a halak, közelebb jönnek a parthoz, ami nagyon jellemző délidőben, akkor váltunk. Váltunk technikát, váltunk távolságot, etetőanyagot, csalizást, mindent. Bocsánat. Annak megfelelően, váltunk technikát, igen. Itt álltam meg. Igen. Mi mondja legalább két különbözőt. Mondok egyből hármat. Apró kis necik, mindenki látja őket a balatoni mólon úszkálni a kövek közül. Őket 2-3 méteres pici, rövid sneciző bottal fogjuk meg, jellemzően percenként 3-4-5-5. Ezt ki lehet számolni, 10-12 másodperc jut egy halra. Ők felhőben járnak, egynek az átlagsúlyuk, és nagyon nehéz belőle 10 kilót fogni, de igen, óránként az 1-2 kiló is nagyon hasznos lehet a végeredményben. Ez egy pici kis, mint régen az a kis suhogtató, nádpálca-szerű, csak annál kicsit fejlettebb technika, egy sneciző bottal. A legelterjedtebb és legjellemzőbb horgász botunk ez a rakós bot, amelynek a hosszát sajnos 13 rakós részekből áll, amit összerakunk és betolunk, és ezzel tudunk három dimenzióban horgászni. Nem csak jobbra, balra, előre, hátra tudjuk vonszolni a csalit, hanem meg is tudjuk emelni, mert a bot alatt függőlegesen lóg le a zsinorunk, és tudjuk azt a természetesnek tűnő csali mozgást utánozni, ahogyan elpattog mondjuk a fenékről egy szúnyoglárva. Ezzel fogjuk a legtöbb halat, ezzel horgásztunk legtöbbet a versenyzésben, és sajnos 13 méterben limitálva van a hossza, korábban 14,5 méter volt, illetve azt megelőzően limit sem volt. A sport jellegéből vett vissza azt, hogy 13-ra lehúzták, de így kevesebb a gerincsérv, ami egyébként egy jellemző betegség. Magánk a versenyzőnek. Igen, 13 méteres erőkar az, tehát Toldinak 6 méter volt a petencé. De hát ez azt jelenti, hogy a mélység, a vízmélység kell, hogy legyen minimum ennyi? Nem feltétlen, hiszen pont a rakósbotnak van meg az a számomra kedvező tulajdonsága, hogy egy 3 méteres vízben az utolsó 3 métert kell úgy kell képzelni, mint az előbb említett snecizőbotot, amire a másik 10 métert ráteszem, betolom, ha megakasztottam a halat, hátra húzom, fárasztom közbe halat, majd szétbontom ott 3 méternél, és hogyha 3 méteres a víz, akkor 3 méteres bot van a kezemben, ha 4, akkor 4, ha 5, akkor 5. Tehát ez alkalmazkodik a mélységhez. De azt önnek kell tudni eldönteni, hogy mikor veszi le a botról a hiányzó, vagy a fölösleges részt. Mindent a horgásznak kell tudni eldönteni, és ez egy 1-2 kilós halnál, mondjuk egy 4-5 kilós összsúlyú versenyen, az a verseny hala a horgász szempontjából, az ott nem mindegy, hogy 10-15 vagy 20 percet szán arra a halra egy finom szerelékkel, és hogyha rosszkor döntött úgy, hogy ő most már ezt megfogja, már pedig sietni kell, hogy telik az idő, akkor bizony nagyon komoly taktikai hibát védhet, ha azt a halat elveszti. Úgyhogy ez a másik, és akkor a harmadik technika, amit már korábban beszéltünk, és most nem is taglalnék bőszebben, ez a meccsbotos vagy orsósbotos horgászat, amikor gyűrűk vannak a boton, van egy orsó, rajta zsinór, dobunk 30-40 méterre, és lőjük csúzlival. Ez egy következő dimenzió. Ez a három a legjellemzőbb egyébként. Parttól 4-5 méterre, 13 méteres vonalban a limit miatt, és jól bent 30-40-re az orsos bottal. Ezeknek a halaknak egy versenyperiódus, egy vonzerő, mert tudják, hogy ilyenkor jön a kaja. Igen, de körülbelül egy óra után rájönnek, hogy jön más is. Tehát nem csak a kaja jön, hanem amikor már egy 3-4 fős, vagy 3-4 darabos halcsapatból kettőt megfogtunk, az a másik kettő összenéz és elhagyja a terepet. Tehát... Élelmet. Ez egy... Tudja? Tudja. Igen. Tehát ez egy ami játékunk, vagy sportunk, ez egy empirikus tudomány. Ez, itt nem csak mi gyűjtünk tapasztalatot, hanem ő is. Úgyhogy bár soha nem tekintünk rájuk ellenfélként, mert nem ők az ellenfelek, hanem a mellettünk ülők, de valahogy az ő agyukkal is meg kell tanulnunk gondolkodni. Tamás, és egy ilyen verseny, amikor verseny, ez a mozgása, az öné. Futkározik, kapkod, megy, jön, megy, gyorsan megy. Ha nekem megy, föl kell állnom abban a 4 órában, akkor baj van. Van ilyen néha, és nem egy nagy dráma, de nem. Inkább azt kell elképzelni, hogy mivel a legtöbbet ezzel a rakósbottal horgásszuk, és 4x60 perc, 240 perc áll rendelkezésünkre, amelyben jellemzően mondjuk 100 darab halat fogunk legalább. Sokszor 200-at vagy 300-at. Ezzel a 13 méteres technikával. Ezért nekem egyenes derékkal normálisan kell tudnom ülni azon a viszintezve beállított ládán, egy 13 méteres rudat lehetőleg legbentebb tartva kell tudnom úgy fogni, hiszen ha
közepénél fogom, vagy mögöttem van egy méter, akkor vesztettem a limithez képest a távolságból, már pedig a távolság az minden ebben a helyzetben. Tehát ezt kell tudni úgy tartani és kezelni, oldalszélben, folyóvizen lekövetve a folyás sebességét, folyamatosan 4 órán keresztül, hogy a másodperc tört rész alatt be kell tudni vágni egy kapásnak, mert nem hagynak több időt, hiszen megérzik a horgot. Utána azt a halat le kell tudni jól kezelni. Bevágni az a mozdulat, amikor beakasztja. Így van, pontosan. Ami se nem lehet túl nagy, se nem szabad, hogy túl kicsi legyen, viszont rendkívül gyorsnak kell lennie, különben esélytelenek vagyunk megfogni ezt a halat. És ezt fizikailag le kell tudni koordinálni. Itt maga a 13 méteres bottal való bánás az, ami nem megy konditerem nélkül. Tehát nem kell bodybuilderi viszonylatokba gondolkodni, de nem megy konditerem nélkül, mert nem, a gerinc nem bírja azt, amit csak a hátizom tudna rendesen megtartani. Éppen azt akartam, hogy a gerincsérvet most már értem. Igen, ez egy jellemző betegség, akik nem figyelnek erre, és rágörnyedve ülnek a boton esetleg órákat, majd utána egy hirtelen mozdulattal onnan. Tehát ez egy létező népbetegség, ami játékban. Az, hogy a versenyző a lehetséges megengedettekből milyen felszerelést tesz be, visz magával, az változhat? Ez abszolút így van. Versenyről versenyre mindenképp. Nem úgy, úgy értettem, hogy mennyi minden cucc kell neki. Igen, nagyon változik. Hogyha az előbb említett velencei tavi, vagy éppen a szegedi Matyéri kajakkenu pályáról át kell mennünk mondjuk Poznánba, a Varta folyóra, ami nem is inkább egy folyóhoz, hanem mondjuk egy rafting pályához hasonló, ott nincs közös nevező a ládán kívül. Tehát nincs egyetlen egy olyan bot sem, amit Szegedről át tudnék vinni a Mindenki Vartára. Mindenki másként gondolja? Nem ezért, hanem azokat a méretű úszókat, amiket mondjuk Szegeden kell használnunk 1-2 grammos teherrel, a Vartán 50-60-80 grammos úszókra kell lecserélni, és annak az úszónak a kezeléséhez az a bot, az a rakós bot, amit Szegeden használunk, alkalmatlan. Tehát egy teljesen új felszerelés arzenát kell odavinni, különben összetörni az első bevágásnál. Egyszerűen, mint fizikailag is. Fizikai oka van, és dupla. És hogyha meg kell neveznem valamit így nehézségben, akkor azt kell mondjam, hogy amennyire a legkönnyebb mondjuk 20-30 méterre gyorsós bottal kevés halra horgászni, egy-két csúszdizgatással, annyira a lehető legnehezebb ága a mi pecánknak, vagy a lehető legnehezebb szituációja a mi horgászatunknak 5-6-7 méter mély, gyors folyóvízben 13 méteres bottal sűrűn etetve horgászni, ott 3-4 liter víz a tűzőnapon úgy megy el 4 óra alatt belőlünk, hogy örüljük, hogyha pótolni tudjuk. Egy versenyhorgász, aki ilyen nagy nemzetközi versenyig viszi, hány éve van mögötte nagyjából? Ez föltetlen változik, de mégis valami tólig. Többször ne essen szó köztünk arról, hogy laikusok a kérdések, mert nem azok. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és nagyon jó kérdések. Nem, de én vagyok a laikus, de mert öntől azért nem mindenki kérdezné meg, ha ez egy horgászati műsor, biztos ehhez képest sok hülyeséget kérdek, vagy legalábbis nem. Apróságot. Nem. Nem mentem magam, mert ez jár nekünk, akik... A horgászati műsorban azt kérdeznék, hogy milyen színű legyen a kukorica, de nem ez számít. Tehát sokkal fontosabb, hogy azonosulunk-e a halak gondolkodásával hétfőtől péntekig abban az adott szituációban. És ez összekapcsolódik ezzel a kérdéssel. Ez nem megy gyorsan. Tehát nekem óriási szerencsém volt ott az elején, 31 éves koromra kétszeres egyéni világbajnok voltam, ami mai napig egy eléggé megdönthetetlennek tűnő csúcs volt, olyan, aki 20 évesen világbajnok lett, de többé nem nagyon jutott a közelébe. A kevés azok száma, akik 2-t vagy 2-nél többet nyertek, talán 68-an lehetünk 1956 óta, vagy 54 óta, mióta ez elkezdődött, de nem véletlen ez, tehát nekem ehhez kellett ott akkor sok minden, hogy összeálljon, én inkább nevezem szerencsének, mint hogy részletezzem, hogy micsoda. De nem ez a jellemző az az, hogy 30 éves korára kezd valaki esélyessé válni arra, hogy az élmezőnyhöz tartozzon a nemzetközi versenyeken, és ilyen 35-40 év környékén éri el a csúcsát, a tudása és a fizikai állapotának az ötvözete. Ugyanis a tudás az folyamatosan nő, és a fizikai állapot pedig bár egyre jobban kinyújtható, és egyre jobban tudunk arra figyelni, hogy tartható legyen,
De azért 50 év után mindenképpen lassul valamennyire, ha már csak a reflex, amire nehéz edzeni, már az is. A dizomzatról nem is beszélve. Úgyhogy azt mondom, hogy a csúcsidő az olyan 35 és 50 év között lehet, és a legnehezebb ellenfél az az 50-es, aki nagyon figyelt az elmúlt 20 évben arra, hogy formában maradjon fizikailag. Ő a legnehezebb ellenfélült, a legnehezebb hát legyőzni. Mert az empíriák olyan mértékben vannak a birtokában. Pontosan. Tehát ezt könyvből nehéz elsajátítani, egymástól nagyon sokat tudunk tanulni, de szemben mondjuk olyan logikai vagy feljátékokhoz, ahol a lépések jól egymás mögé rakhatóak és elsajátíthatóak szobában is, ehhez képest kint kell lenni a vizen, kint kell lenni a vizen évi 150-200 napot, és hogyha ezt 10 évig teszi valaki, az mondjuk 1500 nap, ha 20 évig, az már 3000. És ezen múlik az, hogy milyen eséllyel ül le majd azon a vévén. Azt jelenti, hogy ugye már megbocsásson, hogy ez jó módú emberek sportja. És akkor még finoman fogalmaztam. Jó módú vagy jól szponzorált horgászok sportja? De igen. Hát, de mi értelme van szponzorálni? Mit tudom reklámozni? Most felejtsük el, hogy üzlete van, és hogy ez a fő foglalkozás. Igen, én emiatt magamat tudom szponzorálni, de ezt pont rá kellett tennem az életemet erre a dologra. Valóban így van. A felszerelésünk több millió forintba kerül. Egy több millió forintnyi felszerelést megvenni nehéz, de eladni sem könnyű. És hogyha valaki azzal a felszerelés kupacsal, csalival, letetőanyaggal, minden az, ami emögött van, uram, bocsánat, beleszámítva az autót is, látványosan jó eredményeket tud elérni, akkor segíti annak a felszerelésnek az eladását. Ez valahol nyilvánvaló. Lehet ráépíteni marketing kampányt, lehet azt mondani, hogy ő ezzel lett világbajnok, vagy megye kettő, teljesen mindegy. Tehát mindent a maga szintjén. És emiatt érdemes valakit támogatni, vagy szponzorálni. Elsősorban egyébként a szponzoráció, a támogatása a mi sportágunkban a technikai felszereltség oldaláról van meg. Kevés helyzetben fizetnek ki egy szállást, egy utazást, egy nevezési díjat a szponzorok. Inkább a technikai felszerelést biztosítják ahhoz, hogy ez méltó módon működjön. De igenis van értelme egyébként. Tehát máskülönben valóban hasonló lenne a Forma 1-hez, ahol megveszik a kisebb csapatokban megveszik az indulási jogot, és nem biztos, hogy az a jó mondjuk egy csapat szempontjából, hogy olyan versenyzőt vigyen, aki megveszi a jogot ugye az indulásra. Szabad megkérdeznem, hogy a világbajnoki szereplés, amikor világbajnok lett, mi volt a teljesítmény per szaldó? Mennyit fogott, vagy mit mértek? Egyéni világbajnoki címről beszélünk, vagy a legaktuálisabb? Igen, is. Jó. Az egyéni világbajnoki címem, mert én 2004-ben és 2006-ban szereztem, tavaly Európa bajnok lettem egyéniben, hadd mondjam inkább ezt, mert ezt gramra fogom tudni produkálni, és egyébként, mivel európai sportágról van szó, nyilván jobban hangzik világbajnoknak lenni, mint Európa bajnoknak, de a világbajnokságon talán 2-3 olyan ország indul a hátsó mezőnyben, akik nem európaiak. Tehát ebből ez szempontból inkább európai sportág. Ez egy kifejezetten európai sportág, igen. Igen. Az Európa bajnokságot én két szektorgyőzelemmel nyertem most meg, mindkét nap meg tudtam nyerni a szektoromat, ez nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy valaki megnyerjen egy nagy versenyt. Valamennyi hiszen szektor közül a legjobb teljesítmény nyújt. Így van, ez a 26 fős szektorom volt, 26 ország képviseltette magát az Európa bajnokságon, és mint a kétszer a 26-ból első helyen tudtam szerencsére végezni. Az első alkalommal 13 kiló 20 deka körül volt a fogott súlyom, ez át 5 nagy halból, 5 nagy dévérkeszekből, amik Magyarországon ritkán nőnek ilyen nagyra, de ott Hollandiában jellemzőek voltak ezek a 2,5-3 kilós dévérek, és át egy 60-80 olyan pici halból, ami még mellé tett egy kilónyit körülbelül, és a második fordulóban 2 nagy hal, és szintén ez a 60-80 kis hal volt az, ami egy 5 kilós súlyt adott nekem, de hozzá kell tennem azt is, hogy bár az első nap egy nagy küzdelemben a szektor középső részéről sikerült megnyerni a versenyt, a második nap szélső helyet húztam. Tehát jó helyről. Jó helyről, és ennek megfelelően elég magas volt a győzelem ereje is, mert 5 kiló fölötti súlya nyertem, és nem ért el az 1 kilót a második helyezett. Tehát ott egy eléggé letaglózó
különbség alakult ki, amit nem tudtam volna produkálni, ha beljebb ülök. Nem mondom, hogy nem tudtam volna 90 dekát fogni a 80 dekáig helyett, de hogy 5 kilót nem tudtam volna, az biztos. Én sokkal nagyobb súlyt hittem volna. Nem. Nagyon fontos elmondani azt, hogy egy hobbi horgász legyen, az egy olyan sporthorgász is, aki az csak az élményért jár horgászni. Arra törekszik, hogy minél nagyobb élményt gyűjtsön, minél több halat fogjon, vagy éppen minél nagyobbat. Nekünk nincs ilyen célunk egyáltalán. Mi csak többet szeretnénk fogni, mint a versenytársaink. Így van. És ebből adódóan nagyon sokszor védekezéssé alakul az utolsó 2 órája a versenynek. Tehát amikor látszik, hogy mondjuk a halas időszak elmúlt, és kialakul egy helyzet, amiről mi folyamatos tájékoztatást kapunk. Mérve nem vagyunk csak a végén, de egy ilyen 5-6 fős csapat az 20 emberből áll, és mögöttünk mindenki be van drótozva. Mi sajnos nem lehetünk, tehát nekünk minden technikai elektronikus eszköz tiltva van, de a háttérembereink igen, és egymással kommunikálnak, és tudjuk pontosan a helyzetünket 1 óránál, 2 óránál, 3-nál, akkor annak a státuszkónak a megvédése sokkal fontosabb, és mondjuk essünk vissza egy helyet egy csapatversenyen, mint hogy kockáztassunk azért, hogy esetleg megőrizzük, vagy még előrébb menjünk 2, hogyha erre éppen nincs szükség. És ebből adódóan a fogások nem törnek ki az égbe, hanem egymáshoz viszonyulnak, és az a cél csak, hogy több legyen, mint a többieké. Tehát ön olyan 5 kilós körüli eredménnyel a saját csapatán belül a maga a csapat mennyit teljesített? Lehet tudni? Így fejből, vagy csak körülbelül is? Ők mennyi súlyt fogtak még mellé? Vagyis magyarul mi volt az összeredményük? Ugye a versenyt nem súlyra mérik, hanem súlyra mérik, de nem súlyra pontozzák, hanem pontszámra. Egyéb iránt a kérdésre adott válasz, jellemzően ilyen 3 és 5 kiló között fogtunk aznap mindannyian. Ez egy elég egységes. Elég egységes volt, így van. Amikor egy általánosan mondjuk 10 kilós terelhetésű pályáról beszélünk, ahol 10 kiló kell a jó eredményhez, ott jellemzően egy csapat akkor tud az élbolyba tartozni, hogyha legalább 8 kilót fog minden tagja. Ugyanis egy 7 vagy 6 kilós eredmény olyan óriási pontot hoz, amivel a csapat már esélytelenné válik, ugyanis az értékelés pontszámra megy. Egy 5 fős csapat egy világversenyen 5 szektorba delegál egy-egy horgászt sorsolás által, és mondjuk egy 35 országos VB-n mind az A, mind a B, C, D, E szektorok 35 horgászt tudnak ugye leültetni, minden országból egyet. És ott kell nyerni, abban a szektorban, nem számít, mi van a többi szektorban. És összeadják a végén az eredményeket. Ideális esetben 5 darab egyes, amire soha nem volt még példa, 5 darab egyes 5 ponttal biztos, hogy verhetetlen. 15-20 pontos eredmény, amikor átlag 2-3 pontokat hoznak a versenyzők, az egy nagyon masszív VB győzelemhez lehet elég. Magyarul minél kisebb szám a győztes, nyilvánvalóan a helyezési számok szerint adják össze. Így van, és az, hogy egy 10 kilós pályán valaki 10-11 vagy 12 kilót fog, esetleg 9-et, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-öst jelent. De ha 6 kilót fog, az 22-est fog csinálni. És az a csapat az elcsúszott, vége van. Tehát nagyon fontos, hogy ne forduljon elő, ezért említettem az előbb a védekezést, ne forduljon az elő, hogy bármelyikünk kicsúszik mondjuk az első 10-ből. És rontja az összámot. Így van. Az, hogy én fiatalon világbajnok lettem, mert azt mondta ön, hogy előnyös helyzet. Igen. Tének is köszönhet. Az azt jelenti, hogy családi háttérben már voltak versenyben is részt vettek? Mondjuk nem. A papa. Nem volt. Engem apám vitt el először horgászni, és másodszor is, meg 42-szer is, és mellette lettem horgász, de nem versenyzett soha. Mindig azt kérdezte, hogy minek fogjunk mi 1000 darab snecit, ha nem megyünk este süllőzni, ugye? Tehát annak mi értelme van? Megesszük. De nem esszük meg a snecit, azt még meg sem esszük. És akkor azt hiába próbáltam taglalni, hogy azért, hogy több legyen, mint a szomszédnak. De ez a fajta szemlélet, ez a versenyzéssel jött, ugye? Nekem azok a döntések segítettek, és ezért érzem magam szerencsésnek, hogy, és egyben egyébként bátornak is, hogy az egyetem végén, a közgázon végeztem, megtanultam mindent, amit ott meg kellett abban a 6-7 évben, míg a Főámtérre jártam, megtanultam még mellé 2 nyelvet is, aztán hazavittem anyámnak a diplomát, hogy boldog legyen, és nyitottam egy horgászboltot valahogyan a segítségükkel, meg a barátaim segítségével, és egy percig nem dolgoztam pénzügyi szakemberként, mert akkor nem tudtam volna annyit horgászni. Értem, de ez is különös, nem? Vagy hát nekem különösnek tűnik, hogy valaki nem már horgászik, és azt hát nyitok egy boltot.
és ebből élek meg. Ehelyett ő megnyitott egy horgászbótot, és ebből lett versenyzővé. Én már akkor aktívan versenyeztem. Amikor én a közgázon diplomáztam, akkor már volt néhány VB érmem is. Csapatérmek ezek, amiket fiatal felnőttként nálam nagyobb tudású horgászok mellett volt szerencsém megszerezni csapatok tagjaiként, és én eldöntöttem, hogy semmi más nem akarok csinálni már az életben. Vannak dolgok, amik még ezen kívül érdekelnek, de abban már akkor benne volt 15 év, mondjuk 30 éves koromra, mert kb. 15 évesen kezdhettem magát a versenyzést. És akkor, amikor nem voltam én még 30, mikor diplomáztam, de hogy voltam. De mondjuk 12 év akkor is benne volt, és volt már sikerélmény elég ahhoz, hogy ezt el lehessen dönteni, és akkor ezt a húzást meghúztam. Hál' Istennek! Azt mondja, hogy 200 nap kell körülbelül egy évbe ezzel foglalkozni. Hát ez is hozzátartozik a biztos háttérhez. Ráadásul az ön párja is, nem tudom, világbajnok ő is, vagy csak igen. Európa bajnok? Nem, ő világbajnok, az én párom világbajnok volt akkor, amikor én még senki nem voltam, vagy legalábbis semmi nem voltam, ugyanis a gyermekcsapat tagjaként már csapatvilágbajnok volt, 13 éves kislányként. Pont itthon Magyarországon a fiúk között csapatvilágbajnok volt. Majd az ő élete elkanyarodott egy kicsit a horgászattól, nem is volt közös pont a mi életünkben, majd kézilabdázott sokáig. NB1-es szintig, és utána visszakanyarodott a vízpartra valami csoda folytán, pont akkor, amikor én egy vállásból kikeveredve, megtört férfiúként éppen elvállaltam a női szakág vezetését kapitányként, és hát elrendeltetett, hogy újra megismerjem azt, akit lánykorában már láttam horgászni, akkor Dia 21 éves volt, és nagyon jól jött ki ez a része is. Dia ezt követően most 2004-ben, 2014-ben, két évvel ezelőtt Portugáliában lett egyéni világbajnok. Tehát ez a két világbajnoki címe van, ez utóbbit nyilván már közösen értük el a női VB-n. Erre mondják a viccben poénnak, hogy és ki van az üzletben? Az üzletben 25-en vannak, akik... akik 25-en? Ez egy nagy vállalkozás, három bolt. Ez egy áruház. Ez három áruház, kiskereskedéssel, nagykereskedéssel. Ez egy 16 éves nagy vállalkozás, nem csak Magyarországon, de Európának ezen a felén is egyedülálló piacvezető státusszal. Ehhez kellett persze a közgáz, de az is kellett hozzá, hogy semmi mással ne akarjak foglalkozni. Ehhez Walter Tamásnak kell lenni, aki mindenki számára, akik egyáltalán ezzel foglalkoznak, ez a number one. Összefonódik ez a két dolog valóban, de a tyúk-tojás kérdést nehéz felvetni. Többször megütöttem most a fülem ebben a beszélgetésben, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 200 napot vízparton legyen. Nyilván kell hozzá anyagi háttér, de nem 200 nappal kezdi. Tehát, hogyha most valaki ebben a stúdióban úgy dönt holnap reggel, hogy ő versenyhorgász lesz, nem úgy kezdődik, hogy eldob mindent, fölmond a munkahelyén és elmegy 200 napra horgászni, hanem elmegy 10-re, 20-ra, 30-ra, nyer versenyeket, szerez valamennyi támogatást, elmegy 50-re, nincs 200 versenyünk, csak 40 verseny napon van egy évben, 40-45, mondjuk az 52 hét végéből épp elég, de a tréning napok azok, amik nagyon erősek, és 100 nap alatt nincs értelme csinálni, azok, akiket le kell győznünk, angolok, olaszok, franciák, belgák, vannak mondjuk 50-60-an Európában, akik profik. Tehát az megint egy fokozat hozzánk képest, akik ugyan megélünk a horgászatból, vagy a horgászathoz kapcsolódó tevékenységből. Például a párom családja etetőanyaggyártással foglalkozik, az is a horgászat egyik nagyon fontos összetevője. Tehát a horgászattal, versenyhorgászattal eredményesen foglalkozók zöme ebből él, de a profik az egy másik kategória. Ő nem dolgozik hétfőtől szerdáig azért, hogy csütörtöktől utána el tudjon menni horgászni, hanem ő elmegy horgászni, ezért fizetést kap, és hétfőket szerdán pihen. Tehát vállalkozni a horgász szakmában és versenyezni, az azért valahol talán nehezebb, mint a profik élete, de Magyarországon nincsenek profik. Azok elsősorban és Angliában. És körülbelül hányan foglalkoznak ezzel versenyszerűen? Magyarországon? Igen. Ennek szerencsére van egy egészen pontos adminisztratív rendszer, ez a sírkártya rendszer, ami más sportágokban is szerepel. Meg kell venni a jogot. Igen, ez a korábban ugye az Olimpiai Bizottság adta nem olimpiai sportágak kötelékében volt, most ezt átszerveződött, de ez a sírkártya rendszer megmaradt, ha jól tudom, ez a sportinformációs rendszer, vagy valami ilyesminek a rövidítése. Ilyen sírkártyát 1100-an váltottak ki Magyarországon 2016-ban.
ez a feltétele annak, hogy akár egy megyei szintű bajnokságban is valaki el tudjon indulni, és kvalifikáljon OB-kra, vagy nemzetközi versenyekre. Nem olyan kevés ez azért. 1000-pár száz ember. Jó, hát én csak úgy hirtelenjében ezt is nagyobb számnak képzeltem, értem. De azt meg kell mondanom, miután most már mindenféle lehetőségemet kimerítettem, hogy még annyi mindent nem kérdeztem meg. Na mindegy. Igyekeztem pedig talán válaszolni. Biztos, hogy el fogok menni, ha ön legalább annyit segít nekem, hogy értesít. Semmi más nem. Ezt az alkalmat most megragadnám, ugyanis Magyarország 2008 óta nem rendezett világversenyt, akkor a női világbajnokságot rendeztük egyébként, és meg is nyertük itthon. És most újra világversenyt rendezünk, augusztus 26-27-én, a szolnoki Alcsi-szigeti Holtiszán újra női világbajnokság van. Ha ön azt hiszi, hogy én azt meg tudom odáig jegyezni, akkor tévedek. Nem baj, én ezt akkor majd most időnként meg fogom tenni, de az a lényeg, hogy ott hölgyeket láthatunk élesben versenyezni, 20 országból. Majdnem mindegy, én ezt látni akarom, mert most, amit hallottam, ez sportága javából. Az, hogy miért nincs olimpián, meg mi a... Nem érdekes e pillanatban, mert különben se kérdez meg engem senki. Így van. Annak örültem, hogy ennek a sportágnak végül is az első számú ember, akit minden többi versenyző tisztel, talán még a halak is, nagyon örültem, hogy itt volt, és köszönöm szépen. Nekem is nagy megtiszteltetés volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.